Kedves honfitársaim, tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr! Köszönettel vállalom a 6 ellenzéki párt jelölését a köztársasági elnök tisztségére. Arra a tisztségre, amely most messze nagyobb felelősséggel jár a szokásosnál. Az alaptörvény megfogalmazza a köztársasági elnök feladatát, azt, hogy az elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszerkezet demokratikus működése felett. Igen, e feladat ellátása minden nemzetnek, nekünk is létünk sarokköve. De most, hogy itt vagyunk megint egy véres háború közelében, amit mint a második világháborút olyan hatalom indította el, amelyhez kormányunkat saját elmondása szerint szoros baráti kapcsolatok fűzik, hol van a megjeleníthető egység? Akkor a Német Birodalom csatlósaként vezetőink a végsőkig kitartottak a pusztítás, a vérontás mellett, akkor is, amikor már mindenki elpártolt tőlük. Most, amikor az egész világ elítéli Oroszország vérengzését, megint képtelennek bizonyulunk nevén nevezni a tetteket. Félünk, mi lesz velünk, és szorongunk, mert tudjuk, közünk van a szomszédban történtekhez. A sorozatos megrázkódtatások világos, Isonzó és Trianon, vörös terror és fehér terror. Az Amerikába kitántorgott 1,5 millió emberünk, a Donkanyar, az óbudai téglagyár, az Auschwitzba induló szerelvények, az Ávó és az Andrássy út 60, a kitelepítések és államosítások, a kivégzett 56-os hazafiak emléke. Kilúgozták volna erkölcsi ítélőképességünket? Melyik tragédia áldozatait kellene mellőznünk ahhoz, hogy létrejöjjön az a kifejezhető egység, amit az alaptörvény megkövetel a köztársasági elnöktől? Tényleg nem tudjuk megkülönböztetni a jót a gonosztól, az igazat a hazugságtól? Szinte hihetetlen, miért nem látják közülünk oly sokan, hogy a barátkozás a gonosszal belőlünk is gonoszt csinál. Olyanokat, akik a hatalom gyönyöréért elbúcsúznak saját becsületüktől, és még korábbi önmagukkal is szembefordulnak. Hiszem és bízom benne, hogy nem ez a magyar út, még akkor sem, ha küzdelmeink során 1848-ban vagy 1956-ban elbukott a jóért és az igazért folytatott harcunk. Hiszem és bízom benne, hogy Deák Ferenc bölcsessége és kompromisszumkészsége, Göncz Árpád haza és ember szeretete erősebb, mint korunk diktátumai. A gyógyulás útja nem könnyű, de világos. Romsics Ignácot idézve én is kérem, hogy magyar a magyarban ne ellenséget, hanem egy másik embert lásson. Mint ahogy a természet a maga erejét, szépségét és gazdagságát a sokféleségből meríti, mint ahogy a sokféleség pusztulása a környezet leépülésének oka, a társadalmi sokféleség a sikeres országok ismérve, a sokféleség elnyomása pedig biztosan a katasztrófához vezet. E pluribus unum, azaz a sokból egy, az a latin motto, amely kifejezi,
a gondolatot, hogy a sokféleségből, annak megőrzéséből, nem pedig az egyhangúságból, a magunk fajta uralmából, a maguk fajta fölött kovácsoljuk az egységet. De hogyan lehet ellátni a másik feladatot, az államszerkezet demokratikus működése feletti őrködést? Persze sokat segítene, ha az alaptörvény, ami egy érvényes törvény, ezért rendelkezéseit be kell tartanunk, egyúttal megfelelne a hitelt érdemlő alkotmány általánosan elfogadott ismérveinek. Az alkotmány feladata a politikai hatalom korlátainak kijelölése. Egy demokráciában nem a kormány vagy a törvényhozás mondja meg, hogy saját maga mire jogosult, hanem a nemzet dönti el, mire ad felhatalmazást a törvényhozásnak. Nem az országgyűlés hozza létre az alkotmányt, hanem az alkotmány hozza létre az országgyűlést. Az alaptörvény, ami most minden hatalmat az országgyűlés kezébe ad, a kecskére bízza a káposztát, hiszen minden hatalom, még a legjámborabb is, szeretne szert tenni a lehető legnagyobb hatalomra. A bebetonozott hatalom pedig a korrupció meleg ágya. Mint ahogy a nagy angol történész Lord Acton fogalmazott, a hatalom korumpál, az abszolút hatalom pedig abszolút-e korumpál. Az alkotmány tehát nem a hatalom szervezeti és működési szabályzata, hanem megállapodás a nemzet és a hatalom között, amiben a nemzet felhatalmazza a hatalmat az ország ügyeinek intézésére az alkotmányban kijelölt korlátok között. Sok szó esett az elmúlt években a demokráciáról, a jogállamiságról, a fékekről és az ellensúlyokról. Ezek nagyon fontosak, de nem ezek hozzák létre a nemzet megbékélését, hanem a megbékélés hozza létre azt a közmegegyezést, amire aztán ezeket az intézményeket fel lehet építeni. Ha nem tudunk kijönni egymással, nincs az a fék, nincs az az ellensúly, ami megmentene minket. Amikor szinte az egész világot eluralja az erőszak, amikor járvány söpör végig, amikor a háború és a természet rombolása milliókat tesz földön futóvá, amikor gazdasági válság egyre szaporábban és mélyebben követ gazdasági válságot, hol, miben találunk enyhületet? Abban, hogy lemondunk emberségünkről, méltóságunkról, a szeretetről és az igazságról, hogy aztán utat adjunk a gyűlöletnek? Biztos, hogy nem. A kihívásra az egyik válasz, hogy a hatalmat mindenre felhatalmazzuk, hogy döntsön, mi legyen, mi pedig engedelmeskedünk. Ez az illiberális válasz, és ez a lehető legrosszabb, mert nem az egyetértésre, hanem az egyhangúságra törekszik. Szembeszáll azzal a sokféleséggel, ami a természet és emberi természetünk lényege. Nem tiszteli az ember lelkiismeretének és szabad akaratának szuverenitását, hanem mindkettőt a hatalom szuverenitása alá rendeli. De hát akkor mi a jó válasz? Először is az, hogy ne csorbítsuk, ne rongáljuk azt, ami a közös megegyezés már régen létrejött. Óriási társadalmi megegyezés van Szent István óta abban, hogy mi, magyarok, a nyugathoz kívánunk tartozni.
Nem Oroszország és nem Törökország a mi világunk, ahol a saját ellenzék fellépéseit is brutálisan, gyilkossággal és börtönnel torolja meg a hatalom, hanem a keresztény és felvilágosult nyugat a mi közösségünk. Anyagi jólétünket biztosítani tudjuk Európai Uniós tagságunkkal, és biztonságunkat szavatolja a NATO. Miért kellene mindezt félredobni egy orosz diktátor barátságáért? Másodszor, méltányosság nélkül nem lesz megbékélés, és megbékélés nélkül nem lesznek demokratikus intézmények. Kezdjük tehát a legalapvetőbbel, azzal, hogy minden magyar szavazata pont annyit ér, mint bármelyik másiké. Az nem lehet, hogy a mindenkori kormánypártra leadott szavazat az ellenzékre leadott másfélszeresét éri. Az nem lehet, hogy az egyik könnyen eljut szavazni, a másik meg nem. Az nem lehet, hogy az egyik részesül kórházi ellátásban, a másik pedig csak hetek, hónapok múlva, vagy egyáltalán nem. És az végképp nem lehet, hogy 30 állig felfegyverzett komandós betörjön egy szegényeket ápoló jótékonysági alapítvány munkahelyére. De az sem lehet, hogy minden hetedik honfitársunk mély nyomorban napi 1750 forintból, vagy még annál is kevesebből kénytelen ellátni összes szükségletét. Hogy honfitársaink 74%-a jóval az Európai Unió szegénységi küszöbe alatt él, miközben mások több milliárd forintos jakton napoznak örömlányokkal. Hogy családokat lakoltat ki, és tesz hajléktalanná egy korrupt karhatalom. Hogy családokat lakoltat ki, és tesz hajléktalanná egy korrupt karhatalom a család devizahitel konstrukció alapján, hogy az embertelen végrehajtásokból egyesek sápot húznak. De az sem tűrhető, hogy tanárok ezreinek kell a polgári engedetlenség és a sztrájk eszközét választani, hogy megkapják a minimálisat, ami megilleti őket. Persze lehet azt mondani, hogy mindez nem a köztársasági elnök, hanem a politika dolga, de nem. A méltányosság, az igazságosság, az emberi méltóság védelme erkölcsi feladat, aminélkül a nemzet egységének látszata csak erőszakkal biztosítható. Nyújtsunk tehát kezet egymásnak. Mielőbb törekedjünk történelmi sebeink kölcsönös megértésére és gyógyítására, és bízzunk egymásban még akkor is, ha a másik gyarló és esendő. Még akkor is, ha tőlünk nagyon különböző, sőt még akkor is, ha tévúton jár. Hiszem, hogy mindaz, amiben 56-ban és 89-ben bíztunk és hittünk, még mindig a miénk lehet. Hogy szabad és demokratikus államként boldog, sikeres és megbecsült nemzete lehetünk az európai közösségnek. Meg fogjuk valósítani. Isten áldja a hazát, Isten áldja a magyarokat.